Az elődöntőn 21-en gyűltünk össze. A mi kis Slam közönségünk nagyon-nagyon örül annak, hogy nem csak Debrecenből, hanem a megye több pontjáról, illetve érkeztek hozzánk Budapestről és Miskolcról is. Ebből a 21 emberből akkor kiválasztott az értő zsűrink 12-t, őket láthatjátok, hallhatjátok itt ma este. Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást, Bárány Bence vagyok, ez isteni. Ilyen gregorián énekeket van kedvem énekelni, és sokkal inkább csinálnám azt most Slam helyett, mert olyan akusztika van, mint sehol máshol, úgyhogy gratulálok ehhez, ez alapból egy nagyszerű dolog. Századunk egy ház. Ez is egy szöveg eleje, de nem ezt mondom egyébként, csak muszáj volt megpróbálni. Ébredő eszmélet, zokogva megtérek, jó lenne most Jepinek egy Sodexo vagy Erzsébet. Számomra a tévút barát és a helyes válasz téveszme. Volt egyszer egy teknősöm, ő állatkertbe végezte. Se másnak, se magamnak, ez sehogy sem éri meg. Arra sarkal erősen a ketchup, vonat, kvimbiegy, hogy morzsánként a kenyeremet, ha saját péken maradhattam. Ne dobjam a kukába, ami fölött hatalmam van. Két kézzel a gyeplőt, egy váltás kulcsa lehet a sikernek. Végre egy felelős döntés, hogy most köszönöm a figyelmet. A zsűrinek lehetősége van arra, hogy félpontokat kioszon, egyébként 1-től 10-ig tud értékelni. Amire nagyon kell figyelnie a slammereknek, hogy ne lépjék át a 3 percet, illetve a félperces tiszteletidőt, ezt mérni fogjuk. De ezt csak én érzem, csak én tudom. Hogy ez az, ami benned van, ez van akkor, ha logikát cserben hagy. Mikor te magad egyben vagy, de a világ megszűnik és kikapcsol az agy. Ami akkor van, ha anyádat a lábamon lévő cipőhöz hasonlítom. Megkímélt 40-es. Az autója illata, a szavainak dallama, a barátai panasza, a csókra érzékeny nyaka. Az átdumált éjszakák, a meglátogatott kisbabák, az együtt világra nevetés, az egymás hasán heverés, az elszívott cigaretták füstje, a szemezöldjének ezüstje. Egy internetes vitában, ahol a másik fél legfőbb érve a bezzeg az én időmben, ezek a mai fiatalok és az összes liberális faszszapót a Dunába kéne lőni volt, azt találtam mondani, hogy ügyes fiú vagy, jár neked a kocka cukor. Ő vérig sértődött, 2 gyerekem van, komoly vállalkozó vagyok, és egy gram libát sem legeltettünk együtt. Hol marad a tisztelet? A csupa nagybetűs RESPECT. Mondtam, hogy azt bezzeg az én időmben kiérdemlik. És ez a nagyszerű a Reakció nevű társasjátékban. Nem arra kapod a pontokat, hogy hogyan reagálsz, hanem arra, hogy a te reakciódra a többiek reakciója pozitív lesz-e. Ezt méltatja a doboz tetején egy arhaizáló idézet, fel is olvasom. A játék elején úgy kell a másik seggelikát fényösre pucoválni nyelvet pirosával, hogy a játék vége felé ki se kelljen öltened azt. Azért vagyok itt, hogy elmondjam, de mégis letagadom, mert itt vagy, mert itt kell lenned, neked, neked és neked. Neked, mert barna a hajad, neked azért, mert a fekete a kedvenc színed, neked azért, mert láttál Facebookon. Mindenki másnak azért kell itt lenni, mert túl lehet a Facebookos lájkokon. Mert a kedvelés szuma már olyan fain. És láttam a kipirosodást a friss szöltelenítés eredményeképpen. Titokzoknit viselt, bokáján az ér erőteljesen dudorodott. Pólója már kevésbé, Ruth Markomba pont beleillő, fogai egészségesen sárgák voltak, igaz kicsit rendezetlenül sorakoztak fel. Emberből van ő is. Köszöntök mindenkit a Szállati Tudományos Konferencián, amelyet megvitatjuk Ávra János professzor emeritus, híres költők adott meggondolatlan kijelentését, miszerint a 90-es éveknek nem volt szerelmi költészete. Most a zsűri egybehangzó véleményét tolmácsolom akkor, azt hiszem, mikor azt kérdezem, hogy most mi a fasz van, mert hogy... Ez már a Slam része? És most itt megalapítom az első közös reakciós tünetegyüttest. A nevünk legyen további magyar hangok. Slam miről szól? De ne álljatok fel, ez nem a himnusz. Úgy látom, beindult a tömegvonzás, nem hiába nyújtom a szavakat. Fotó és szintézis csak a műsor után, addig jövendőbeli exeimmel aditáció a modemben. Fiú meg lány meg Netflix chill, nem vár terhesség. Politikus meg baráti kör, adómentesség.
Politikus meg alkalmasság? Álom. Politika meg tanári állás elvesztése, ha továbbra is erről beszélek az iskolában? Garantálom. Eszelős, az összes internetkezelő, a legkeresettebb oldal is egy elvtárs kereső. Melyik felé húzna, Sztálin vagy Hitler? Gyakran szokott álmodozgatni a Kim Jong-illel? Van-e reakció, zsűri? Van, nagyon bólogatnak, ragadjatok mikrofont. Van bizony, szerintem ez a Dr. Máriás kiállításnak lehetett volna a nyitó szövege. Ha a szövegedbe beleírod Orbánt vagy Sorost, főleg egyszerre, az kinek kínosabb? Neked, Orbánnak vagy a közönségnek, aki ezt hallja? Hatás, reakció. Akkor nagyon örülök, hogy nem is kell elmondanom, sziasztok, hogy végzős vegyész hallgató vagyok, leadtam a szakdolgozatomat. Ennek köszönhetően nem is igazán volt időm szöveget írni, úgyhogy egy rövid részletet olvasnék fel a szakdolgozatomból. A közönség furcsa anyagi rendszer. Halmazállapota néha szilárd, néha mintha gáz lenne, szétterjed egy szobába. A benne lévő részecskék mozgását többnyire olyan tényezők befolyásolják, mint az időjárás, illetve az egyes részecskék dohányzási szokása. 12 slammerünk már megtette a magáét, a közönségünk is megtette a magáét. Hagyd tegye tovább a dolgát a zsűri. Harmadik helyezett Asbóth Balázs. Mi a reakciód arra, hogy Trianon? Neked ez egy kamrajtó, melyet folyton nyitogatva megállapíthatod, hogy még mindig nincs itthon megybefőtt, vagy egy lengőajtó, mely mindkét oldalra ugyanúgy western. A második Pálfi Sándor Lomos. Ha meg meghatódok. Elmerengve, egymással szembe, beizzadó hónaljal és gyöngyöző homlokkal, ebbe a tikkasztó nyári hőségben egyáltalán nem forrongtam belülről. Az első helyezett 25 ezer forinttal és egy könyvcsomaggal. Irlanda Kristóf! Míg tömegek tömörülnek, temérdek tömegeknek, addig kevesek örülnek és összehelyeselnek. Majd kijelentik, hogy javult a helyzet. Kristóf, egy kérdés, hány éves vagy? Kegyetlen, szerintem ilyen súlyosságot, mert letéted az arcomat. Arcom pörgök.